kardiológiai vizsgálat, EKG állapotfelmérés, bokakarindex meghatározás, csontsűrűségmérés, valamint dietetikai tanácsadás várta a marosegyieket szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A városrészi egészségnapokat körülbelül havi rendszerességgel szervezi meg Székesfehérvár önkormányzata, hogy minél nagyobb eséllyel előzhessék meg a megbetegedéseket a városban élők. Östör Anna Mária egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, egyre több székesfehérvárit mozgat meg a szűrőnap, ezzel téve egy lépést az egészségesebb élet felé. A legfontosabb az, hogy Székesfehérvár köztudatában már létezik az, hogy szűrővizsgálat. Hogy nekünk is kell tennünk az egészségért, nem állhatunk ölbetett kézzel, és csak várjuk, hogy mi lesz velünk, hanem tudunk tenni az egészségünkért, egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással, mozgással, és azzal, hogy néha eljövünk szűrővizsgálatokra. Közutas-vasutas szakmai napot szervezett a Közlekedéstudományi Egyesület Fejér vármegyei területi szervezete szombaton. Jáki József mellszobrának koszorúzásával kezdődött a névadó technikumban rendezett szakmai nap. A fórumot idén 29. alkalommal hívták életre. A nap témája a mesterséges intelligencia lehetőségei a közlekedésben volt. Az érdeklődők olyan előadásokon vehettek részt, amelyek ezt a témakört dolgozták fel. Ez a nap alkalmat nyújt arra, hogy találkozzunk egymással, ismereteket cseréljünk ki, és az aktuális fejlesztési, felújítás, illetve szakmai elképzelésekről is előadásokat hallgassunk meg, illetve egy jó baráti találkozón is részt vegyünk. Vasa Albert maraton tartottak pénteken az Evangélikus Gyülekezeti Házban. 2011-ben a Magyarok Szövetsége kezdeményezte a maratont, amely azóta világméretűvé nőtte ki magát, szinte minden kontinensen vannak csatlakozó magyar közösségek. Itt Székesfehérváron 2014-től rendezik meg azzal a céllal, hogy a sokáig meg nem ismert író munkássága minél több emberhez eljuthasson. Éppen ma számoltam, hogy 11. éve szervezzük ezt itt a környéken a Vasa Albert estet, és 10. éve Székesfehérváron. Folyamatosan szervezzük, még a pandémia alatt is megszerveztük ezt a Vasa Albert felolvasói maraton. Úgy érzem, hogy az emberek lelkületének szüksége van erre a Vasa Albertbe. Ebbe a lélektelen világba egy emberséget hoz Vasa Albert. 24 órán keresztül röplabdáztak a Jáki torna termében a diákok, mivel 5. alkalommal rendezte meg az egy napon át tartó röplabda kupáját a Székesfehérvári Diáktanács. A rendezvényen az idei évben mintegy 100 diák és 13 csapat szerepelt. A csapatok 24 óra leforgása alatt folyamatosan váltották egymást a pályán, és az a csapat győzött, amelyik hamarabb elérte a 25 pontot. A játékosoknak lehetősége volt a pihenésre is, hiszen a tantermekből pihenőszobákat alakítottak ki. Székesfehérvári Diáktanács most már évek óta sok olyan programot szervez, amelyben igyekszik a város diákságát bemúlni, és az egyik ilyen a 24-es röplabda torna, amit még 2010-es évek végén indítottunk el, aztán nyilván a Covid ideje alatt egy-két év kimaradt. Kézműves foglalkozás, interaktív játékok és okostáblás foglalkozás is várta a kicsiket a Sóstó Látogatóközpontban szombaton. Családi napot szerveztek a Vízvilág napja jegyében. A program legfőbb célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a vízvédelmének fontosságára. A programokon keresztül megismerkedhettek a vízben élő állatokkal, a víz szerepével, de szó esett az édesvízkészletek veszélyeztetettségéről is. A víz az élet alapja, így aztán nagyon-nagyon fontos a védelme, és mi itt a Sóstónál a környezeti nevelés kapcsán végül is ugye a tópartján rögtön a víz védelmére hívhatjuk fel leginkább a figyelmet. Igazából ugye, ha nem lennének tiszták a vizek, akkor élet se lenne, mármint emberi élet nem lenne a Földön. Így azt hiszem nem nagyon kell magyarázni azt, hogy miért fontos a vízvédelme. És a Vízvilágnapja erre is hívja fel a figyelmet.